A tavaly újoncként elért bravúros negyedik hely, három pontra egyébként csak az ezüstérmestől, utána az ősszel szenvedni látszik az MTK labdarúgó csapata, amely egyelőre a kieső zónában tanyázik, bár legutóbb nyert a másik legmagyarabb játékos állományú társaság a Paks ellen. A klub iránt a nyáron szlovák üzletember érdeklődött, a keret gyengült, mert eladtak a kékfehérek, úgyhogy Garami Mester megint építhet az akadémistákból, az Egyesület viszont kékfehér hollóként nyereséges az nba 1 ben Domonyai László klubigazgató vendénk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor most ő vége a Hát reményeink szerint igen, bár hozzáteszem, hogy az öt vereség után is amennyire lehet természetesen, de viszonylag nyugodtak voltunk, türelmesek önmagunkkal szemben, a srácokkal szemben, a szakmai szemben, hiszen tudtuk azt, hogy ez egy nagyon fiatal új gárda, nagyon tehetségesek különben, régen volt ilyen jó tehetséges csapatunk, én azt, azt érzem, úgyhogy reményeink szerint most elindulunk fölfelé. De azt, akkor azt, én, azt az állítást, azt, azt, azzal nem vitatkozik, hogy ezért meggyengült ez a csapat tavaly. Hát mindenképpen rutinban, uh -huh. tapasztalatban, játékerőben is ö, reálisan kell látni meggyengült, hiszen ö, csapatunk legjobbjai közé tartozóak mentek el, akik most is meghatározóak, akár a dobogos Debrecenben, Zsidai Laci, Vadnai Dani, vagy a Győrben Rafa Wolf, vagy a Ferencvárosban a sérülése előtt Hidvégi Sanyi, vagy a Díos Győrben góltrogott a hétvégén Nikházi Márk, nem beszélve a többi Sándor Károly akadémistáról. Tehát ők azért meghatározóak jelen pillanatban az mb 1 ben De azt gondolom, hogy olyan, olyan, tehetséges csapatunk van, olyan jó közösségünk, hogy ha egy picit rutint és tapasztalatot szereznek a srácok, kell még pár meccs, egy, egy, egy jó fél év, akkor, akkor nagyon sok sikertbe lehet részünk. Az MTK ezeket a tehetségeket miért nem tartja meg? Azért adja el, hogy, hogy, a, hogy ez, ez, az állítás az igaz legyen, amit szintén mondtam, hogy, hogy nem veszteséges a csapat? Hát a klub? Egyrészt anyagilag mi rákényszerülünk. Tehát a gazdasági hátterünknek egy jelentős bevételi forrása a játékos jogértékesítés. Az MTK nem egy nagy költség. Ebben is vezető az MTK alig, hanem... Azt gondolom, hogy igen, igen. Tehát az elmúlt 5-6 évet, hogyha, ha összeadjuk, akkor mindenképpen. Tehát ez az egyik oldala, és ez a realitás. Tehát az MTK-nak az is egy nagy dolog, hogy évről évre stabilan tud működni a mai gazdasági helyzetben komolyabb háttértámogatás nélkül, akár állami, akár pedig magán. Ezt akarom kérdezni, bocsáss meg, hogy ez attól is van, hogy, hogy mondjuk Dajs Tamás elnök az valószínűleg korán sem olyan jó állami szponzor vagy pénzszerző, mint mondjuk a Fradinál Kubatov Gábor? Tamás nincs a futballklubnál, csak a többi sportágnál. Tehát a futballklub egy önállóan működő gazdasági társaság, az elnök úr pedig a, a többi szakosztálynak, az MTK sportegyesületnek a, az elnöke. Tehát mi állami támogatást nem kapunk. Éppen ezért a TV jogdíjak mellett, és a minimális mérkőzésnapi bevételek mellett, ami nem csak az MTK, nál a magyar viszonylatban minimális, a minimális merchandising mellett, ami Magyarországon alig alig létezik, sajnos mi rákényszerülünk arra, hogy a, a tehetségeinket ilyen értelemben értékesítsük. De ez egyben szakmailag lehetőséget ad az újabb generációnak, hiszen hogyha mindenkit megtartanák, akkor nem futballoznának az újabb és újabb fiatalok. Uh, és akik most uh, fognak beírni majd egy vaspatrik, uh, egy Besebarna Norbit már elég jól ismeri a, a, az ország egy egy csak a csatárokat mondom egy horvát peti soroltam a többi tehetséget ők is értékesek lesznek egy fél egy éven belül és lehet hogy majd akkor az ő, ő játékos ő jog eladásukból származó bevétel működteti újra a, a rendszert és érkeznek majd az akkori 97-es, 98-as, 99-es születésű játékosaink. Akkor azt viszont lehet mondani, hogy ha itt ennél a klubnál valamire áldoznak, akkor az a továbbra is az Agárdi Sándor Károly Akadémia, mint utánpótlásbázis. Az igaz, hogy emögött ismét nagyobb erővel megjelent a klub korábbi tulajdonosa Várszegi Gábor, akinek egyébként örökszerelem az MTK. Örökszerelem az MTK. Jelen pillanatban a, a többségi tulajdonos a Fotex csoport, ebben a pillanatban, ahogy most beszélünk erről, de, de ez nem hosszú távú dolog. Várszegi Gábor talán utoljára, de segített a klubban egy, egy tőkeemeléssel, egy, egy pici gazda, gazdasági konszolidációval. Jelen pillanatban az MTK Budapest ZRT egy abszolút A-kategóriás gazdasági társaság, tartozásmentesen pozitív háttérrel de befektető tulajdonost keresünk. Tehát Várszegi Gábor nem Magyarországon él, ő azt szeretné, hogy egy olyan tőkeerős vállalkozó vagy magánszemély venné át a klubot, aki tudja működtetni. A klub vételára az gyakorlatilag egy, egy eurós jelképes vételár, kifejezetten olyat kereső, illetve olyat keres a klub a gazdasági társaság, aki hosszú távon stabilan tudja működtetni az MTK-t, akár még úgy is, hogy, hogy egyszer-kétszer megtartsuk a legértékesebb játékosainkat, uh -huh. és a tabellán a tavalyihoz hasonló módon tudjunk szerepelni? Ö, azt mondják, hogy. Végül is ilyen jelentkező, vagy valamilyen szándék, hogy a nyáron volt Sörgő György szlovákiai szállítmányozás üzletember részéről, ő, ő, ő komoly ajánlatot tett? Azt is lehetett olvasni, hogy ő például nem Garam Józsi bácsival képzelte volna a jövőt. Ekkor rögtön megrekedtek a tárgyalások? Nem, nem. Nem jutottunk el az ajánlattételig. Annak, hogy, hogy ki az edző, vagy ki a klubvezető, vagy kik a játékosok az MTK 125 éves történelmében, nem, 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 nem ez számít, tehát nem ennek van jelentősége nem ilyen alapján döntenek az üzletemberek. Beszélgetés volt csörgő úrral, de, de mélységében nem jutottunk el odáig, hogy, hogy komoly ajánlatot tegyen. De miért? Mármint, hogy ő nem tett komoly ajánlatot. É, igen, 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 igen. Mások voltak az elképzelések. Tehát más klubmodell, más... É, el, el, nem, nem is a klubmodell, tehát a, a klubnak szüksége van gyakorlatilag egy, egy 150 millió forintra kívülről, éves szinten. És ö, aki ezt három éven keresztül tudja garantálni, hogy stabilan működteti, tehát ő az MTK-ra fordítja, csak ennyit kell tenni. 150 millió. Különbasságrendileg, ez lehet, hogy kevesebb. Ahol a Magyar nba egybe másfél milliárdokat tolnak be egy klubba, ahhoz képest ez, ez kicsi. Ez így van, tehát mm. ez, egy, ez, egy, ez egy alacsony költségvetéssel mm. működő klub, ezzel gyakorlatilag stabilá válik a működése minden évben az MTK-nak, de ez mondjuk három év alatt már 450 millió, mm. tehát így kell számolni bárkinek. Még egyszer mondom, pár beszélgetés volt az uri emberrel, de nem mélységben nem írt. Az igaz hír, hogy, hogy, az, hogy anyagi okai voltak, hogy idén MB3-os csapatot nem indítottak? Ez így van. Uh -huh. Tehát a költségvetésünket mindig próbáljuk úgy megtervezni az előttünk álló évre, hogy az egész évre stabil tudjon maradni. Bizonyos költségcsökkentéseket ezért tenni kellett, és MB3-at nem indítottunk. Hozzáteszem, hogy hogy az elmúlt években a második csapatok, az nb klubok második csapatai, pont az MTK régi Bodajk Siófok példáján indulási jogot nyertek a másodosztályban. Az egy nagyon jó osztály volt a tehetségeinknek. Az nb 3 at nem érzem annak, az, az idén kiírt 21-es bajnokság tökéletesen megoldja a gyerekeinknek a, a tehetség gondozását. Amellett, hogy mi a Liga -kupában és az 21 esekkel indulunk, tehát ez hat komoly felnőtt mm. mérkőzés jelent, csak a csoportmeccseket tekintve. Hát igen, ez az, bocsánat, ez az mb 3 os nem stíme, ezt azért mások is mondták már, fiatalok. Ugye a napokban 298 as válogatott értékeinek számító ját, MTK-s fiatal Demién Patrik Vodzics Bálint a liverpool járt próbajátékon. Azt hadd kérdezzem, ilyen ismerkedésem, hogy, hogy van még hivatalos partner viszony a két klub között? Van, tehát partner viszony van, nem olyan típusú, mint az elmúlt években. 2007-től egészen 2011-ig a két úr közösen működtette a Sándor Károly Akadémiát, közösen finanszírozta, Igen. és közösek voltak a játékjogok is. 2011-től már nem segít anyagilag a Liverpool FC, de maga a szakmai kapcsolat rendkívül aktív, hiszen legutóbb Polgár Kristóf igazolt fiatalon a Sándor Károly Akadémiáról Liverpoolba, aki szintén korosztályos válogatott nagy érték, most pedig a két legfiatalabb játékosunk úgy, ahogy mondottál, gyakorlatilag ismerkedés szinten vannak kint, illetve voltak kint az elmúlt napokban. Hát ebből a fajta mozgásból az mtk már van, meg, lesz is bevétele. Azt gondolom, hogy igen. No, nézzük akkor az még ezt az idei évet. Az eredeti tervek módosultak így az első fordulók gyenge kezdése miatt? Illetve, ha már említetted Csiki Norbertet, akkor hogyha ő felépül, akkor mondjuk az első az első tízbe lehet várni a csapatot? Hát helyezésben nem, nem tűztünk ki célt, mert azt is megmondom, hogy miért. Tehát gyakorlatilag ez egy annyira fiatal csapat, átmeneti évnek tekintjük, rutinszerzés, tapasztalatszerzés a fiatal Fenn kell célja maradni a az az így van. Tehát most az, abszolút, ha azt mondanám, hogy 12. hely a cél, mm -hmm. hát azt nem szívesen mondom mm -hmm. sportemberként. harmadik mm -hmm. helyet pedig nem tudok reálisan mm -hmm. mondani. Tehát tudjuk azt, hogy egy ekkora átalakulás után az is nagy dolog, hogyha hétről hétre stabilan tudunk szerepelni. Öt vesztes mérkőzés után vagyunk, nem nagyon volt ilyen az elmúlt tíz évben az MTK történetében. Nem is egy egyszerű dolog ezt elviselni, és, büszke vagyok arra, hogy, hogy minden különösebb konfliktus, kritikus, veszekedős hangulat hiányában tudtuk ezt elviselni. Talán ez is kellett ahhoz, hogy nyerjünk a Paks ellen, nagyon érdekes, hogy az öt vesztes meccsünkön szerintem jobban játszottunk, mint legutóbb a mostani győztes mérkőzésünkön, de ilyen a futball, azokat elvesztettük, most pedig nyertünk. A Paksanyi sikernek is, hát ez gyakran előfordul, ugye a, a klubnál komoly szimbolum Kanta Józsi volt a, a, a hőse. Ugye a kuvaiti válogatott elleni barátságos meccs óta hát nem merült fel a válogatottsága. Szerinted miért nem vetik őt be többször a válogatottnál? Nem tudom, múltkor is beszélgettünk erről, tehát bennünk is van egy pici hiányérzet ezen a téren. Józsi nem csak most a Paks ellen, előtte a Győr ellen egy csodagót rúgott az egész ország, azt nézte és őt tapsolta. Mi mtk azt gondolnánk, hogy talán, talán tudna segíteni a magyar válogatottnak is. Lehet, hogy a következő mérkőzéseken ott lesz a csapatban, bízunk benne. A végére értünk csak egy mondat, Gedeon Aliba bevált -e? Abszolút, továbbra is nagyon, nagyon szeretik a gyerekek. Nagyon népszerű a szurkolói körében. Én pályán. létezik és ott lesz a pályán. Hát akkor sok sikert, meg, meg, meg jó folytatást is össz az MTK-nál. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.